Sziasztok! Ez itt a Vobcast, egy műsor az életről, a fotósok szemén keresztül. A 42. adás vendége Fejér Bernadett, egy tehetséges új hullámos fotós, a nőiség spirituális megörökítője. Egy kis erdélyi faluból származik, a szakmát először Kolozsváron, majd a Momén tanulta ki, és belső érdeklődését követve került egyre közelebb legkedvesebb témáihoz, a nőkhöz, a meztelenséghez és a természettel való kapcsolódáshoz. Az évek során hangulatában és koncepciójában is egyedi látásmódot alakított ki, nemrég megjelent első saját könyve is, Woman címmel. A mai adásban természetesen mi is kimerítően taglaltuk a fenti témákat, emellett azonban szóba került Berni életútja, és az is, hogyan lehet megélni ebből a meglehetősen rendhagyó alkotói filozófiából. Beszélgettünk még az ön és testképről, a megérzésekről, a farkasokkal futó asszonyokról és a meztelenségről is. Jó szórakozást kívánok hozzá! Mielőtt belekezdenénk, szokás szerint felhívom a figyelmet arra, hogy a podcastet te is támogathatod Patreonon és egyszerű utalással is. A folyamat pofon egyszerű, a linkeket megtaláljátok a leírásban. Nagyon köszönöm, ha a figyelmed mellett ilyen formában is hozzá tudsz járulni a műsor készítéséhez. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a Bernivel készült beszélgetést. Szia Berni, sok szeretettel üdvözöllek itt a podcastben. Szia Kornél, köszi. Egy idézettel indítanám a mai műsort. A honlapodon találtam a rólad szóló rész elején, és ezt most fel is olvasom. Konyelicska Máriától származik, aki egy nagyon kedves barátnőd, és ez így szól, hogy a meztelenség természetessége, trivialitása és esendősége mindannyiunk közös élménye. Meztelen testünk bensőséges képe viszont sebezhetőségünkre emlékeztet, így a látványa majdhogy nem, felkavaróan szakrális pillanat, legmélyebb identitásunkkal való szembesülés, mely mindannyiunkat végtelen egyedüllétbe taszít. Ezt az ellentmondást tagadólag, saját magunk védelmében, társadalmilag, önként bevállalt vakságot esküszünk. Na most, ezt egy kicsit fejtsd ki nekem, hogy itt pontosan miről van szó? Tehát ez arról szól, hogy a meztelenség az milyen tabukat von maga után, vagy hogy mennyire nem szívesen beszélünk róla, mennyire nem szívesen mutatjuk meg magunkat, mennyire sebezhetővé válhatunk miatta, miközben ez valójában egy csodálatos dolog és egy teljesen természetes dolog. Ennek az idézetnek a mondani valója nagyon fontos lehet számodra, mert a magadról szóló rész elejére tetted bele. Ez a munkásságodnak az egyik alapgondolata? Igen, ez is az egyik alapgondolata. Ez egyébként Máriát akkor kértük meg, hogy írjon valamit így a fotóimhoz, vagy ról. Akkor egy másik kedves, szintén erdélyi barátnőm, ez mind az erdélyi vonatkozás, lakásában készítettünk egy ilyen blog gallery nevezető ilyen kiállítást, neki egy ilyen sorozata volt, és akkor így az első meztelen képeimből készítettünk egy kiállítást, ami semmilyen, nem voltak ilyen fantasztikus printek, nyomatok, nem tudom, volt egy csomó, amit így összeitákoltunk a kezeinkkel, és hogy ezzel is azt szerettük volna így sugallni, hogy nem kell, hogy mindennek tökéletesnek lennie, mert úgy is lehet valami szép. Szerinted miben segít az embereknek az, hogyha ezt az ilyen önként vállalt vakságot ezt elfelejtik, és újra megtanulnak látni? Én főleg ugye így a magam nevében tudok beszélni. Volt egy kisebb egészségügyi problémám, hát így a nőiség, meg a nem tudom, egy ilyen kisebb baj, és mikor rájöttem ennek a lelki vonatkozására, akkor a testem ezt így megoldotta, tehát nem kellett sem üteni, nem kellett semmit csinálni, és akkor ugye egy pont egy ilyen kicsit nehezebb időszakban voltam, és akkor így ilyen, mint egy ilyen megvilágosodás, így rájöttem, hogy milyen furcsa, hogy én is így elszakadtam így a testemtől, így elszakadtam attól, hogy küldi ő nekem a jelzéseket, hogy ha-hú, baj van, vagy nem tudom, hogy figyelj egy kicsit oda jobban. Csomószor tényleg a saját magunknak az anyja a testünk, ezt nem vesszük észre. És neked a saját életed is azóta sokkal felszabadultabb, hogy ezzel a témával már ilyen tabuk nélkül foglalkozol. Igen, felszabadulta valahogy is sokkal tudatosabb, vagy sokkal több mindent észreveszek. Ha röviden meg kellene fogalmaznod, hogy mi az az üzenet, amit a munkásságoddal közvetíteni szeretnél, akkor mi lenne az? Hát az önelfogadás, az egymás elfogadása, az, hogy kapcsolódjunk vissza a természethez,
mert a természet is egy anyánk, a testünk is az anyánk, és hogy ezeknek az összessége igazából egy ilyen fantasztikus megnyugvást tudna hozni az életünkben. Na hát most, hogy felvillantottunk egy kis ízelítőt a mostani énedből, vissza fogunk utazni az időben, ugyanis az idáig vezető út megismerésével lehet csak igazán megérteni, hogy miről is van szó a te esetedben. Erdélyben születtél, merre pontosan? Én Csíkbánkfalvában, illetve Csíkszeredában születtem, de csíkbánkfalvi lakos vagyok. Ez egy nagyon kicsi falu, Csíkszeredától 12 kilométerre van. Amúgy a csíki havasoknak a lábainál van ez a kis falu, a Hargitától egyébként nem messze. Fenyvesek, tehát nekem az erdő az a fenyveseket jelenti, és most is amúgy ugyanolyan szép. Gyakran visszajársz? Igen, igen, gyakran. Hogy emlékszel vissza ezekre a kezdeti évekre? Majdnem minden nap kimentünk azonok a testvéremmel virágokat szedni a rétre, a dombra. Ott voltak az állatok, hogy így folyamatosan kapcsolatban voltunk az évszakoknak a váltakozásával, hogy ez milyen izgalmas volt, hogy leesett a hó, vagy hogy havazott egy jó nagyot, ahogy tényleg a minden fa ilyen sárga, piros, mindenféle színbe borult ősszel, ahogy járkáltak ott a méhek, a körtefák, ez a természetnek a körforgása, ami nagyon mélyre hatott. Volt egyéb hobbid vagy érdeklődési köröd is? Hát én rajzoltam, meg festettem, művészetibe jártam középiskolába. Ott architektúra szakon voltam, de amúgy már az első évben kiderült, hogy hát én amúgy nem azt fogom valószínűleg tovább így vinni, már ott nagyon erősen feljött ez a fényképészet iránti vágyam, szerelmem, úgyhogy már ott elkezdtem elég masszívan kísérletezni mindenfélével, aztán meg Kolozsvárra tovább mentem fotószakra. Igen, ott már fotót tanultál. Igen. Az architektúra, ez miért kezdett el érdekelni? Érdekelt egyébként, hogy lesz valami szép, hogy lesz egy lakóépület szép, hogy lesz egy bármi. Tehát nekem engem nagyon vonzott mindig az, hogy valami esztétikus legyen, vagy izgalmas legyen. És amúgy az kézzelfogható volt, hogy ott volt a művészeti, tehát én elmentem architektúrára egy kicsit, amúgy ez ilyen szülői nyomásból is, hogy abból meg lehet élni. Igen, ez még sokszor feljön a podcast. A legutóbb pont a Hannával beszéltünk erről, hogy ő meg jogot végzett. Ja. És aztán elég hamar rájött, hogy ez neki nem fog menni. Igen, igen. Neked mi volt az első meghatározó kapcsolatod a fotóval? Tehát mikor volt az, amikor úgy tényleg úgy vettél kézbe egy gépet, hogy hoppá, ez téged baromira érdekel? Azt hiszem, hogy 13 éves voltam. Apukám vett magának egy Canont, hogy a madarakat lefotózza, mert ő ilyen így nagyon izgalmasnak találja a madarakat, és amikor megláttam, én akkor azt hittem, hogy azt nekem vette ajándékba, mert én már akkor így mondogattam neki, hogy kellene valami. Kedvet kapott. Igen. Azért használtam persze, aztán az már az enyém lett, ott nem volt egyáltalán vita tárgya. Tehát pár madárfotó azért elkészült, de utána... Igen. Te miket fotóztál az elején, amikor? Mindent, tényleg mindent, ami csak a szemem előtt volt. Hát, hogyha mondjuk számítógépeztem, akkor a billentyűzetet fotóztam le. Akkor ilyen indokolatlan dolgokat. Rendkívül tényleg. Izgalmasan hangzik. Igen, vagy ilyen gumimacik, emlékszem, mert ennek a fényképezőgépnek volt egy ilyen funkciója, hogy egy szint kiválasztottál, és akkor csak azt, ugye többi fekete-fehér, és akkor csak azt a szint, hát azt annyira izginek találtam, hogy én mindent így fotóztam le egy idő után, még a barátnőimet is, szóval ilyen nagyon vicces dolgok jöttek ki belőle, de az azért jól elindított engem. Az emberi test felé mikor kezdett el az érdeklődésed irányulni? Valahol azt olvastam, hogy te már azért elég fiatalon készítettél önarcképeket, vagy önportrékat is. Mm-hmm, igen, hát ez középiskolában. Már egy ilyen fél akt, vagy egy nem is tudom, egy teljes mesztelen képpel pályáztam. Hát az annyira nem, tehát nem ez volt, amit most csinálok, de hogy azért már ott erősen ott volt, igen. És amikor az építészetre járva, te szépen lassan realizáltad, hogy ebből fotózás lesz, akkor azt gondolom először be kellett adni a szülőknek. Ja, igen, de hát ők már erre készültek szerintem, mert
mert hát látták, hogy annyira az azért nem köt le, mint hogy én ott járom a falut, és fotózom a cigányokat, meg fotózom a kutyákat, meg fotózom az embereket, szóval azért az egyértelmű volt, persze azért próbáltak úgy terelgetni, de szerencsére végül is megadták nekem a döntés jogát. És akkor először Kolozsvárra mentél. Ez 2011-től 14-ig volt, hogyha valakit esetleg az adatok érdekelnek. Ez milyen élmény volt ez a Kolozsvári Egyetem? Az jó volt nagyon, mert ugye ez volt az első, hogy így a szülői háztól így eljöttem. Tehát, hogy akkor ott kint lakásban laktunk, ami az albérlet itteni szavakkal. Ez tök jó, ezt nem tudtam. A kincsőtől is kérdeztem ilyen klasszikus szavakat, amikre te itt jöttél rá, hogy itt ezt nem így használják. A kint lakásra az igen, egyik. Aha. Igen. De úgy valahogy úgy egyértelmű volt, amikor mondtad, bele se gondoltam, de hogy tényleg albérlet. Ó, igen, szuper, igen, aha. Igen. Főbérlő, albérlet, nem tudom, fú, nehéz volt. Uh-huh, uh-huh. Na igen, és akkor az egy ilyen nagy szabadságérzet, egyből ugye így egy ilyen nagy boost, hogy fú, most nincs senki, aki megmondja, hogy mikor megyek haza, stb. Az egyetem is amúgy nagyon izgalmas volt, attól eltekintve, hogy egyébként ez egy román nyelvű egyetem. Igaz, hogy nagyon sok magyar ilyen művészpalánta jár oda, meg amúgy sok magyar tanár is van. Románián belül egy kifejezetten patinás fotós képzésnek számít? Igen, igen. Igen, aha. Meg így, mint művészeti egyetem is megállja a helyét. És te tanultál románul általános iskolában, gondolom. Igen, de hát azt úgy képzeld el, hogy úgy tanultam románul általánosban, hogy volt, nem tudom, heti 3-4 óránk. Olyan volt, mintha magyar nyelv és irodalom óra lenne, csak román nyelv és irodalom volt, ami annyira nem volt egyszerű nekünk így a nagyon magyar vidéken tartózkodó gyerekeknek, vagy diákoknak, mert tehát a hétköznapokban nem használtuk egyáltalán a nyelvet, mi csak magyarul beszéltünk, mindenki magyar volt, tehát mi soha nem kellett elmondjunk mondjuk egy párbeszédet románul. Képeket nem románul, vagy magyarul olvassa az ember. Igen, igen, szerencsére, mondjuk, igen, jó. Igen. Ezt csak ilyen side note-ként kérdezem, mert most így eszembe jutott, és kíváncsi vagyok rá, hogy te hogyan élted meg ezt az identitás kérdést? Tehát, hogy ugye az, hogy hogyan élnek együtt a magyarok és a románok, kit mennyi atrocitás ér, ki mennyire tud abszolút harmonikusan együtt élni ezzel a dologgal. Neked milyen volt ez kiskorodban, és hogy érzed, hogy mennyit változott ez azóta? Hát kiskoromban miatt, hogy ugye ez nagyon kötelező volt, és annyira nem is így tényleg nem a mi dolgainkra volt szabva ez az egész, hanem azért úgy vették a tanügyben, vagy így úgy veszik, hogy azért mi valamennyire tudunk románul. De ugye mi, mivel nekünk nem ez az anyanyelvünk, ezért ez nagyon nehéz. Én nagyon-nagyon utáltam sajnos, mert nekem nagyon sok fájdalmas felismerés, meg ilyen rossz jegyek, meg nem tudom, szóval, hogy nekem ez ilyen nagyon nem volt jó. De amúgy azóta sokat tanultam belőle, hogy azért az jó lett volna, hogyha mondjuk több alkalmam lett volna saját javamra fordítani. Mert most az öcsém amúgy most érettségizett, ma derült ki az eredménye. Oh, sikerült. Sikerült, gratulálom neki. Hogy hívják az öcsédet? Gergő. De ügyes a Gergő. és hogy neki próbáltam mindig, de tanuljad a románt, mert annyira jó lesz, meglátod, egy csomó mindenben, tényleg én most spanyolul tanulok, és egy csomó-csomó hasonló szó van, kifejezés, mondatösszetétel, hihetetlen, hogy milyen hasonlóságokat lehet észrevenni a nyelvek között. Abszolút. A latin nyelvekben ez a zseniális, hogyha egyet megtanulsz, akkor utána már a többi elég könnyen jön, igen. Mert csak egy kicsit hát erős túlzással, de kicsit máshogy kell kiejteni a szavakat, igen. De gyakorlatilag megérted, hogy miről igen. Van szó. Igen. Visszatérve a Kolozsvári Egyetemre. Ami nagy segítség volt ott, hogy az elméleti tantárgyakból a legtöbbet magyarul tudtuk tanulni, kivéve az anatómiát, a művészeti anatómiát, azt románul kellett, abból kétszer meg is buktam, de aztán végül is sikerült. Gergőbe ezek átment volna. Majd meglátjuk. Ő is ilyen hasonlót akart tanulni? Igen, ó, szerencsétlen. Ő grafikára tervez menni. Uh-huh. Nekem amúgy a csoportomnak a 90%-a román volt. Voltunk kb. 30-an, vagy valami ilyesmi, és abból 4-en voltunk magyarok, és egyedül én voltam, aki
a legbénább volt románból. Aha. Így visszatekintve, mi volt az, amit ez a 3-4 év ezen az egyetemen adott neked? Azt, hogy szabadon fejezzem ki magamat, így, mint a művészetben, hogy nyugodtan nyúljak más médiumokhoz is, nyugodtan próbáljak ki bármilyen művészeti ágat, amit csak szeretnék, ha éppen festeni akarok, ha éppen bármi, amit csak szeretnék. Ezeket ötvözhetem is, hogyha éppen úgy tetszik. Ott nagyon jó volt tényleg, hogy nagyon sok mindenbe belekóstoltattak. Kellett 3D animációt, 2D animációt, videó, nem tudom, tehát tényleg nagyon sokféle dologba belekóstoltattak, ez nagyon-nagyon jó volt. Az viszont kevésbé, így amikor már a mesterit elkezdtem a momén, hogy pont ez, hogy a beszéd része az hiányzott. Mármint az, hogy tudj beszélni mondjuk egy koncepcióról? Igen. Vagy? Aha. Igen. Már megfogalmazódott benned a gondolat, hogy akkor ezt tovább kéne vinni, és ha már tovább viszed, akkor a MOME? Igen, abszolút. Én nem annyira feszültem rá soha az egyik ilyen elképzelésemre se, hogyha most ez nem, akkor jó, úristen, hanem csak így nem tudom, így áramultam így az egész elképzeléssel, és valahogy mindig tényleg úgy sikerült, hogy egyből sikerült. Ez egyáltalán nem hangzik furcsán, mert sokan azt mondják, hogy az egyik kulcsa annak, hogy te elérd dolgokat, az az, hogy egyszerűen elképzeled és elhiszed, hogy te pár éven belül oda el fogsz kerülni, és hogyha te úgy gondolkoztál magadról, mint egy momén végzett fotográfus, akkor már annyira téged sem lepett meg, hogy aztán oda fel is vettek. Nem te vagy az első olyan vendégem, aki vagy vidékről, vagy Romániából átköltözött hirtelen egy ilyen pesti környezetbe, és hát ez neked is hatalmas váltást jelentett a korábbi életformádhoz képest. Te ezt hogyan élted meg? Az elején nagyon nehéz volt, olyan szempontból, hogy például a folyamatos, tehát ugye egy napi egyszer, vagy volt olyan, hogy kétszer is ki kellett menjek a MOME-ra, az hát napi mondjuk 2 óra, 2-3 óra utazás. Én annyira elfáradtam a nap végére csak az utazástól, meg a sok embertől, hogy én délután mindig aludtam. Meg hát persze az is érdekes volt, hogy a MOME-n a csoportomnak a fele, vagy nem tudom, lehet a nagyobb része, ők már ismerték egymást. Én voltam az egyik olyan ember, akinek nem volt ott egyáltalán ismerőse, és én ilyen nagyon-nagyon nyitottan közelítettem meg ilyen nagyon barátkozó típus voltam amúgy is, és ott meg azt vettem észre, hogy hoppá, itt nem teljesen ez van, és akkor egy kicsit így meglepődtem, hogy kicsit olyan volt, mintha így magyarul beszélünk, de nem értjük egymást. Amiatt, hogy nem itt nőttem fel. Nem tudtam bekapcsolódni mondjuk egy-egy beszélgetésbe, mert nem tudtam, miről beszélnek. Akkor csak ilyen némán ültem, és csak megfigyelő voltam, de ez nekem fura volt nagyon, mert ugye addig meg mindig valamihez hozzá tudtam tenni valamit. De aztán amúgy jobb lett sokkal, és megszerettem az egész környezetet. A Kolozsvári Egyetemhez képest miben adott neked mást a MOME? Megtanított beszélni arról, ami bennem van, vagyis hát nagyon erősen próbált, mert azért ugye két év volt a mesterképzés, tehát az alatt, ami kijött belőlem, az azért ahhoz képest, ami előtte volt, az nagyon sok volt. Miután már a diplomamunkához érkeztél, meg érezted, hogy lassan vége van ennek az egésznek, te 100%-ig biztos voltál benne, hogy a fotózásból is szeretnél megélni? Én biztos voltam benne, igen. És akkor végül hogyan kezdted el fölépíteni itt a karrieredet? Ez egy nagy dilemma, hogy, és erről több momés meg, hát nem momés is mesélt, hogy szuper érzés egy termékeny közegben tanulni a fotográfiáról, és tök jó a hangulat, meg sokat lehet tanulni, de hogy eléggé arcul tud csapni a valóság, amikor hirtelen kikerülsz onnan, és azzal szembesülsz, hogy neked ezzel kéne pénzt keresni. Nagyon sok mindenbe belekóstoltam, olyan dolgokba is, amit így visszagondolva, így, hát érdekes amúgy, hogy milyen... Például? Vagy, hát például voltam Szijjártó Péternek a fotósa. Egy évig. Jó a fizető munka. Igen. Volt. Igen. Tehát ezt gondolom nem a profession.hu-n láttad, vagy hogy, lesz valaki... Kolozsváron az egyik barát, akivel együtt laktam, ő is egy csíki lány, és ő ott a sajtófőosztályon dolgozott, és egyszer csak így írt nekem egy üzenetet, hogy
Hát, Berni, keresnek fotóst a külügybe. Beadod a portfóliódat? Hát mondom, de nekem csak mesztelen emberek vannak a portfóliómban. Lehet, ez volt a kiválasztás egyik szempontja. Lehet. És akkor mondta, nem baj, hát küld el, hát hogyha most ez a portfóliód, mondom, jól van. És akkor elküldtem, és akkor behívtak beszélgetni, és aztán egy próbamunkára is meginvitáltak, és aztán felvettek. Milyen érzés egy ilyen külügyminisztériumi helyzetben dolgozni, vagy szóval milyen volt Szijjártó Pétert fotózni? Hát amúgy nagyon kiváltságos szerintem, mert azért én nagyon könnyen tudtam mozogni, tehát nekem mindig ugye megvolt a helyem, meg minden, hogy engem előreengedtek, stb. Tisztelettel bántak velem, megértékelték a munkámat, meg amúgy fontos is ugye nekik, ami a médiában megjelenik, hogy az jó legyen. Megfelelt egy évig, aztán utána elváltak az útjaink. És mikkel kísérleteztél még? Mindenféle magyar márkának fotóztam, meg milyen forgatásokon vettem részt. És akkor így szépen lassan, ahogy ezeket elvállaltad, gondolom egyre több ismerősöd lett, egyre gyakrabban kerestek meg munkával, ez is szépen alakult. Ma már talán azt ki lehet jelenteni, hogy neked a nőiség, a mesztelenség és az aktok egyértelműen központi szerepet kapnak a munkásságodban, de azért az elején ez nem volt így, tehát a honlapodon is több olyan projekt látható, ami még abszolút más dolgokkal foglalkozik, tehát például a halállal, vagy van projekt az ikrekről, van ez projekt... Mesztelen. Az mesztelen, oké. Okay. Ezt észre sem vettem. És van projekt többek között azzal is, hogy te hogy élted meg ezt a váltást a Erdélyből a hirtelen Magyarországra. Szóval miért döntöttél aztán végül úgy, hogy ezt az irányt fogod választani, ami a nőiességről és a mesztelenségről szól? Mindig is nagyon erős volt ez a késztetés bennem. Tehát nekem ez mindig valahogy így megvolt, hogy nekem a mesztelen test az nagyon tetszett. Esztétikus volt. Én mindig nagyon sok képet néztem róla, a festményt, tehát ez engem nagyon-nagyon inspirált. Tiszta forrásnak is gondoltam, hogy ezek izgalmas dolgok. És én folyamatosan amúgy próbáltam például a Momén is ezt az oldalamat így erősíteni. Annyira nem volt ez ott így megtámogatva, úgyhogy ott például megpróbáltam olyasmit is csinálni, ami abszolút nem én vagyok, mint a dokumentarista vonal. Nagyon jó élmény volt az is egyébként, egy ilyen drogkonzultációs irodába jártam be fél éven keresztül. Mint élmény, tényleg fantasztikus volt, de ez nagyon nem nekem való. Vagyis, hogy én ezt nem ezt tudom csinálni, tehát ez nem én vagyok. Ja, hát, hogy azokat az embereket fotóztad, akik drogrehabilitáción voltak. Igen, vagy tűcserére mentek. Vagy tűcserére mentek, aha. Igen. Minek köszönhető szerinted az, hogy annyira ezt a mesztelenséggel kapcsolatos vonalat nem támogatták az iskolában, tehát ez mondjuk egy világosabb koncepció hiánya volt, vagy? Valószínűleg amúgy az is, én azt gondolom, hát akkor így nem is annyira tudtam például ezt megfogalmazni, hogy miért akarom minden témába így ezt így berakni. Például az ikres, mert az is egyébként egy iskolai projekt volt, az például teljesen mértékben el lett fogadva úgy, ahogy van, úgyhogy ők mesztelenek, ugye, tehát ikerpárokat fotóztam, lányokat is, meg fiúkat is. És akkor visszatérve arra a kérdésre, hogy tehát miért döntöttél végül úgy, hogy ebbe az irányba mész, tehát hogy tudtad, hogy ez érdekel, de hogyan tudtál személy szerint ebbe az irányba elindulni? Tehát milyen lépéseket kellett tenned azért, hogy ez jövedelmező legyen? Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon mély önismereti út volt nekem, mert például az ikres is, meg a halállal való, tehát ezzel a témával való foglalkozás is egy önismereti út volt nekem, amit nem tudtam akkor még, hogy pontosan miért is foglalkoztat mondjuk ez a két téma annyira, az ikrek nagyon, meg ez persze ez a mesztelenség benne, meg hogy a halál is végül is az is lecsupaszít minket, meg a halálhoz tartozik a megszületés is, hogy az is lecsupaszít minket. De nekem ez egy ilyen terápia volt, mint kiderült utólag, ugyanis egy ilyen terápiás sorozaton, egy ilyen állításon kiderült, hogy én ikernek születtem volna. Az állításat családállítást értesz? Hát nem egészen családállítás, de azokon az alapokon. Ez egy ilyen mese, egy ilyen kicsit másabb, de hogy végül is lehet családállításnak is mondani. Kiderült, hogy,
hogy ikernek születtem volna, és akkor ezzel az egész terápiás folyamattal nagyon sok választ megkaptam, hogy például miért ez annyira nekem fontos ez a téma, hogy ezt én mindenképp végig akarom vinni, hogy így nagyon közelinek érzem az ikreket magamhoz, hogy a halál ennyire foglalkoztat, mert hogy ugye én már akkor elveszítettem valakit, amikor még meg sem születtem. Ezt neked ott az állításon mondták el, és aztán te rákérdeztél a szülőknél, hogy ez így volt? Én ezt egész életemben éreztem. Jó, ezt csak érezted, ezt de nem tudtad? Nem tudtam, hát nem tudhattam biztosra, de egyébként az édesanyám is mondta, hogy valószínűleg, hogy így volt, meg nem tudom, de hogy ugye akkoriban azért nem lehetett annyira mindent így az orvoslással meg nézni, nem volt olyan fejlett a tudomány. Ezt honnan érzi az ember? Ez érdekel nagyon, hogy... Tehát, hogy azt mondod, hogy egész életedben valahogy érezted, hogy te ikernek születtél volna, ezt hogy érzi az ember? Hát, valahol belül így érzed, hogy legalábbis én ezt éreztem, mert amúgy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki amúgy szintén iker lett volna, és ez nagyon sok egyébként, nagyon-nagyon sok ilyen van. Mindenki másképp és másképp élte meg. Szerintem én egy kicsit ilyen bennem traumatikusabb volt ez az élmény. Mindig éreztem egy ilyen erős hiányt. És amúgy például azzal próbáltam pótolni, hogy nekem mindenhol jelen kellett lenni, én mindig mindent csinálni akartam, mindig mindenkivel akartam kapcsolódni, kapcsolatot létesíteni, beszélgetni, barátokat szerezni, tehát ilyen nagyon sokon pörögtem, és ez azért volt, mert hogy én amúgy két ember helyett akartam élni az életemet. Én ezt nagyon érdekesnek tartom, már csak azért is, mert alapvetően racionális beállítottságú vagyok, de nem ez az első ilyen típusú történet, amit hallok, és nagyon izgalmas az, hogy ha ezt a hiányzó iker párt úgymond te abszolút érzed az életedben, akkor ez feltételez egy olyan láthatatlan kapcsot meg energiát, aminek a létezése egyelőre tudományosan nem bizonyított, de se szeri, se száma az ezzel kapcsolatos példáknak szerte a világban. És nem csak az ikrekkel, hanem úgy általában ember és ember közötti, vagy ember és állatok közötti kapcsolata. Szerintem ez egy hihetetlen izgalmas téma. Tehát lényeg a lényeg, hogy te valamennyire érezted magadban, hogy ez a hiány, meg ez a fajta élettörténet, ez téged elindított egy úton, és akkor végül ugye kiukadtál a mesztelenségnél. Igen. Ez tényleg ez az kb. Az önmagam, a lelkemnek a lecsupaszítása, ami így elkezdte ilyen nagyon komolyan ezt az egész témát véghez vinni, mert ahogy én is így egyre jobban így megismertem magamat saját magam előtt, úgy rájöttem arra, hogy még jobban, vagy még inkább fontosabb az, hogy vállaljuk fel önmagunkat, és hogy fogadjuk el önmagunkat, és hogy milyen sok minden van bennünk, hogy nagyon sok rétegünk van, és hogy fontos az, hogy foglalkozzunk magunkkal. És amikor az ember mesztelen, akkor kénytelen foglalkozni így magával. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan kiszolgáltatott állapot tud lenni, meg tényleg egy sebezhető állapot, mint amikor tényleg az ember a lelkét mondjuk megismeri, váó, hogy mik történtek velem úgy, hogy nem is tudtam róla, vagy ilyesmi. És akkor egy kicsit a gyakorlatiasság felé terelve a dolgot, hogy miután eldöntötted, hogy ez lesz a fő csapás, hogyan kezdted ezt szakmai szempontból kiépíteni? Kis lépésenként én elindultam. Az elején azért hát így sokkal több erőlködés volt benne, mert nagyon akartam, hogy ez beinduljon, hogy ez működjön. Tehát én tettem is érte, hogy mondjuk például az összes barátnőmet megkérdeztem, vagy hogy kit fotózhatok le, vagy ki jön, akkor egy csomót beszélgettünk erről így a kezdetekben, hogy akkor ez miről is szól. Én már akkor tudtam, hogy ez nem arról szól, hogy most a testünket szexualizáljuk, vagy hogy most pornót csináljunk, vagy mit tudom én, hanem tényleg a valóságról szól, és az igaz dolgokról. Tehát összefüggött egyfajta életfilozófiával, igen. És akkor, ha jól értem, akkor elkezded azzal, hogy a portfóliódat kiépíted, igen. És akkor ezzel a portfólióval jelentkeztél különböző helyekre? Szóval hogyan indult el az, hogy te kaptál fizetős munkákat is? Nem jelentkeztem, hanem az történt, hogy így az élet így összekötött olyan emberekkel, akikkel hasonló beállítottságúak vagyunk. És minél több ilyen emberrel kötött össze így az élet, annál biztosabb lábakon kezdtem el állni,
hogy igenis ez jó, és hogy jók a visszajelzések, hogy nem csak nekem terápia ez, hanem nekik is terápia, hogy ez milyen sokat tud adni, és akkor így kezdtek így megkeresni ezzel kapcsolatosan így nők. A honlapodon a saját személyes projektjeid láthatók, de azért gondolom, hogy az alkalmazott munkákban is megjelent, tehát volt olyan, hogy neked a mesztelenséget kellett úgy fotóznod, hogy közben fizettek is érte? Igen, volt ilyen. Főleg, tehát, hogy olyan ember, vagy olyan nő, aki mondjuk ezt magának ajándékba szánta. Aha, tehát főleg magánembereknek. Igen, magánembereknek, igen, ez a vonal, igen. Ez a mai napig akkor ez a vonal, hogy főleg ebből van bevételed. Most nem akarok a pénztárcádba turkálni, csak tényleg kíváncsi vagyok, meg szerintem ez azok számára is fontos tapasztalat lehet, akik mondjuk éppen most tanulnak, és nem tudják, hogy majd ebből hogy lesz pénzük, hogy te hogyan tudod megteremteni magadnak a mindennapi betevőt, ha így tetszik. Hát ebből is, de vannak azért például magyar márkák, amiknek fotózók, vagy hát ilyen teljesen változó egyébként. Ezek a felkérések is valahogy mindig olyanok, amik kedvesek a szívemnek. A mesztelenség fotózása nagyon összetett és nehéz feladat. Erről már többször beszéltünk a podcast során. Szerinted a te sikerességednek mi a kulcsa? Hát szerintem az őszinteség és a valódiság, ami legalábbis engem ez mozgat teljesen. Például nem szólok bele abba, hogy valaki mondjuk, hogy szeretné viszont látni magát a képen. Szeretném, hogyha aki a képen szerepel, ő tényleg a valódi önmaga tudjon lenni. Tehát egyfajta hitelesség is társul hozzád, hiszen amellett, hogy te ezt a műfajt szereted űzni, amellett az egész életed is egy kicsit e köré a gondolatvilág köré épül. És az egyik interjútban azt olvastam, hogy ugye neked nagyon könnyen levetkőznek az emberek, ez viszont azt is sejteti, hogy benned könnyű megbízni. Ez így van? Szerintem igen. Tehát, hogy ez is valószínűleg a sikerességed kulcsa, hogy bizalmat ébresztesz az emberekben, akik megmernek előtted nyílni. Nemrég jelent meg az új könyved, Woman címmel, ami már önmagában a felkérés is nagyon érdekes volt, és itt van előttem egyébként a könyv maga, és nagyon ízléses és szép munkára sikerült, és gratulálok is hozzá. Köszönöm. Egy kicsit mesélnél arról, hogy ez hogy jött? Nem is tudom már, szerintem egy 4-5 éve biztosan, hogy intenzíven dolgoztam ezen az anyagon. Szintén ezt is így elképzeltem, hogy ezt majd szeretném könyvbe összerakni, de hogy még már az elején is ez volt a, nem tudom, az elképzelésem. Akkor itt álljunk meg egy picit, és meséld azt el, hogy ez a Woman anyag, ez miről szól? A nőiességről szól, a tiszta kapcsolódás a természettel, és az ősi ilyen erőkkel, amik így bennünk vannak, nőkben. Természetben is megvan a ciklikusság, bennünk is megvan a ciklikusság. Ezek mindig valahol összeérnek. És ezt szeretted volna valahogy egy fotóprojektben is, igen, megmutatni? Igen, meg hát az, hogy tényleg milyen különbözőek vagyunk, de milyen szépek vagyunk, hogy ez ebben a mesztelenségben mennyire egyformák tudunk lenni. Mi volt az ötleted, hogy ezt hogyan jeleníted meg a képeken, tehát hogy mi volt a fejedben kialakult koncepció? Az elején nagyon sok nőt megkerestem, és így leírtam nagyjából, hogy így miről szól, hogy az önelfogadás, a testpozitivitás, az önszeretet, a természettel való kapcsolódás, és akkor vagy azt mondták, hogy jó, oké, csináljuk, vagy azt mondták, hogy most nem, amúgy ilyen kevés volt nagyon, és akkor így egyre jobban tényleg, ahogy így épült ki ez a kapcsolatrendszer, meg ez a kapcsolódás, úgy egyre több nőhöz eljutottam, akit ez nagyon foglalkoztat. És akkor konkrétan azok a nők, akiket megkerestél, azokat általában természetes környezetben fotóztad le? Igen, illetve volt olyan még a legelején, hogy a saját otthonukban. Mert hogy ez is egy ilyen biztonságos közeg, és azért mondjuk télen nem szívesen mennek ki, vagy megyünk ki mesztelenkedni különböző okok miatt, de hogy ez is egy része volt így a koncepciónak a legeslegelején. És nagyon sok olyan képed van ebben a könyvben is, meg ugye a projektben is úgy általában, ami nem hogy egy vagy kettő, hanem sok, tehát hogy 10-15 hölgy is szerepel mesztelenül. 21. És hát egyfajta formációt, vagy közösséget alkotnak a képeken. Itt mi volt az alapgondolat?
Ez is amúgy már egy évek óta megszületett vízióm volt. Szerencsére találtam egy partnert, aki ebbe, ez szintén ez volt a víziója különböző okok miatt, neki nem a kép szempontjából, persze nekem is ez sokkal több, mint csak fénykép. Szerettem volna mindig ezt a testvériességet is ábrázolni, hogy tényleg nem csak az, hogy most a meztelenségünkben mennyire egyek vagyunk, hanem hogy ez akkor tényleg jelenjen meg egy fotósorozatban mondjuk. Úgy ezt szeretném még mindenképp továbbvinni. És például ők így önként jelentkeztek, tehát ez egy Instagramon meghirdetett ilyen projekt volt, felhívás, és egyébként 65-en jelentkeztek. Nem 21-en, csak ez az időpont foglalás után, azért ugye nem mindenkinek jó ugyanaz az időpont, meg így kiestek azért néhányan, de nagyon ijesztő volt így, 65 nőt, hogy fogunk mi itt kordában tartani, vagy nem tudom. Tehát, hát, hogy 65 messzelen nő az engem is megijeszt egy picit. Amikor ezek a nők, tehát 65 nő jelentkezett, őket elsősorban mi motiválta arra, hogy részt vegyenek egy ilyen projektben, hiszen azért gondolom, akár mennyire jó kapcsolatban van valaki a saját testével, azért az mégiscsak egy komfortzónán kívüli élmény, hogy a szabadban huszad magával, mesztelenül, egymást ölelgetve fotózáson vegyen részt. Tehát ez egy elég speciális szituáció. Hát igen. Hát szerintem a legtöbb, lehet, hogy pont nem is csak azok voltak jelen, akik teljesen rendben vannak magukkal, hanem olyanok is, akik lehet, hogy efelé szeretnének haladni, vagy éppen ezért tették meg ezt a lépést, hogy akkor most egy kicsit itt kiszakítják saját magukat. Lássák azt, hogy nem csak az olyan testek vannak, amit a médiában látunk folyamatosan, a tökéletes, meg a nem tudom, ami most ugye megy, hanem tényleg millióféle test létezik, és nem kell valaki magát, nem tudom, rosszabbul érezze, mert éppen azt hiszi, hogy ő neki a felkarja nem olyan, mint annak a modellánynak, akit lát a címlapokon, vagy bármi. És milyen érzés volt a fotózás után? Nem úgy, ez egy körülbelül másfél óra volt, de már nagyon korán elindultunk, hajnali 4-kor. És akkor mindannyian így kivonultunk oda a helyszínre. Persze én annyira pörögtem, meg annyit kellett futkorásznom oda-vissza, mert hát olyan sokan voltak, hogy az egyik végéből a másikba idő volt, míg eljutottam. Közben hát ezt nem is lehet tényleg szavakkal így nagyon elmondani, de én iszonyatosan lebegtem utána, és amikor válogattam a képeket, vagy utómunkáztam, én folyamatosan könnyel telt meg a szemem, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ez annyira csodálatos, amit itt látok, meg amit megéltem. Én akkor nem is tudtam ugye ott helyben azért úgy megélni azt, amit látok, meg ami így ment körbe, de egyszerűen az a tiszta szeretet, ami ott kialakult, úgyhogy nem is ismerték a legtöbben egymást. Tehát, hogy vadidegenek voltak egymásnak, meg én nekem is idegenek voltak. Barbie barátnőm csinált egy ilyen kisebb, ilyen gyógyító ceremóniát közben, amikor két sorfalat állva középen valakinek el kellett sétálnia, és ilyen érintéseket kaphatott. Tehát hogyha épp szerették volna, akkor bárhol megérinthették arcát, vállát, bárhol. És tényleg az volt, hogy csak akkor, hogyha szeretné. Tehát itt minden úgy történik, ahogy éppen jól esik. Nincs semmi erőltetés, vagy hogy neked most mindenképpen ide így kell tartanod a kezed, itt kell megfogni, ott kell, hanem tényleg ez az áramlás, ami így visz minket. Tehát ez egy szép flow élmény volt. Igen. Nekem az volt nagyon megragadó ebben az egész történetben, amikor kihangsúlyozhat, hogy már régóta szerettél volna valami olyan projektet csinálni, ami valahogy ezt a testvéri érzést mutatja be, és azzal, hogy te egész életedben éreztél egyfajta hiányt nagyon erősen, ami ugye a meg nem született ikertestvéred hiánya volt, és később az élet bebizonyította neked, hogy ez egy valós érzés volt, hogy mennyire erősen irányította a te gondolkodásmódodat aztán ezután végképp, hogy az átlagnál jóval képesebb vagy arra, hogy valóban átérezd, hogy mit jelent az emberek közötti testvériség, vagy például annak a kicsit elcsépelt fogalomnak a jelentése, hogy igazából minden egy. Nem elcsépelt, és most ezt nagyon szépen mondtad, amúgy köszönöm, erre nem gondoltam eddig.
Na, ennek nagyon örülök. De ott tartottunk igazából, hogy aztán akkor ez a könyvprojekt, ez hogyan jött, tehát megcsináltad a képeket. Igen. És aztán hirtelen, kicsit beindítom ezt a vonalat, valaki felkeresett, hogy csinálnának egy könyvet. Igen. És ez is érdekes volt, mert akkor zártam le egy ilyen munkát az életembe, mert mondtam, hogy én ezt most le kell zárjam, mert úgy érzem, valami jó fog velem történni, és arra kell az energiámat fektetnem. És akkor ez így megtörtént, és rá egy hétre kaptam ezt az e-mailt, és azt hittem, hogy valaki viccel velem, hogy hülyéskedik valaki. Hadd szólja közben egy dolgot, hogy egy nagyon fontos dolog felett most gyorsan elsiklottunk volna, de azért kiemelném, hogy azzal a fajta ugye érzékenyebb gondolkodásmóddal, amivel rendelkezel, az is együtt járt, hogy ennek hallatán kijelenthetem, hogy sokkal jobban tudsz hallgatni a megérzéseidre, tehát a belülről jövő hangokra. Erre nagyon kevesen képesek, hogy a belső megérzésre konkrétan cselekvéssel válaszoljanak, tehát az, hogy te úgy érezted, hogy neked abba kell hagynod, mert valami fontos fog történni, azért a legtöbb ember, még ha érez is ilyet, nem kezd el abba hagyni projekteket. Te az egész életedet e filozófia mentén vezeted? Most nagyon tudatosan próbálok figyelni a jelzésekre. Előtte is így volt, de előtte nem tudtam, vagy hogy így nem volt ilyen tudatom e felé, hogy akkor, hanem csak nekem voltak ilyen megérzéseim, vagy elképzeléseim, és akkor azzal így mentem, ha tudtam éppen, de most meg nagyon próbálok odafigyelni, és tényleg fantasztikus dolgok alakulnak így ki belőle. Mint például ez a könyvprojekt, igen. Bocs, hogy mindig elkanyarodok, de hogy aztán fel is hívtak, és nem hitted el, hogy mit olvasol. Igen. Hát így néztem, hogy mondom, az meg mi? Hogy szia, nem tudom, Fehér Bernadett, hogy láttuk a képeidet az Instagramon, és hogy ez a kiadó, Snap Collective Publishing, és hogy lehetőséget tudunk nyújtani neked, hogy kiadd a képeidet egy könyv formájában. És akkor én így ledöbbentem, hogy én így végig ezt szerettem volna, hogyha ez a projekt így egy könyv formájában megvalósul. Azért is álomszerű egy ilyen megkeresés, mert azt azért a legtöbb fotózásban már jártas ember tudja, hogy egy könyv készítése egyáltalán nem egy leányálom, tehát, hogy amíg te találsz egy kiadót, aki hajlandó megjelentetni, meg a kiadóval való közös munka, szóval az egész ez egy sokszor sziszifuszi meló, és nem is biztos, hogy sikerrel jár. Neked meg hirtelen valaki tárcán kínált egy ilyen lehetőséget. Igen. Én is megkérdőjeleztem volna a helyedben, hogy ez valóság-e. Igen, igen. És tényleg úgy, hogy még az is oda volt írva, hogy nekem ez amúgy nem kerül semmibe, nyilván csak a befektetett munkámba. Úgyhogy hát aztán meg mondtam, hogy jó, persze, érdekel, de hogy így nem tudtam mire vélni, és aztán találkoztam a lánnyal, aki megkeresett. Mert hogy a koncepció az micsoda? Az a koncepciójuk, hogy ők minimum 25 példányt tudnak kinyomtatni, tehát megvalósítani előrendelések után, tehát minimum 25 előrendelés kell legyen, hogy a projekt megvalósuljon. Ők megcsinálják a mockupot, tehát addig nem foglalkozunk azzal, hogy összerakni a könyvet, csak ami után az előrendelések összejönnek. És az előrendelések az alapján jönnek össze, amilyen mockupot ők összeállítanak a te képeidből? Igen, meg a projektleírás, hogy miről szól a könyv, és akkor igazából az én dolgom volt az, hogy ezt mindenhol kellett így hirdetnem, kellett keressek vevőket rá, de amúgy szerencsére tényleg az volt, hogy az van, hogy olyan környezetem van, meg olyan emberek vesznek körbe, akik olyan szinten támogatják, meg szeretik ezt az egész projektet, hogy amúgy nem volt egy pillanatig sem kérdés bennem, hogy ez a 25 ki fog-e jönni, vagy nem. És ugye ez azért éri meg a kiadónak, mert hogyha megvan a 25 rendelés, akkor ők ezt egy profi csapattal létrehozzák ezt a könyvet, és minden bevétel, ami a könyv eladásából származik, az ugye hozzájuk megy, igen. Viszont te, mint alkotó, kapsz meghatározott példányonként tisztelet könyvet, és aztán nyilván, hogyha nagyon-nagyon sok el kell belőle, akkor már konkrétan pénzt is kapsz, és ez neked azért baromi jó, mert gyakorlatilag csak a képeket kell összeválogatnod, teljesen szabad kezet kapsz benne, igen. Kézhez kapsz egy nagyon jó minőségű saját könyvet, és persze, hogyha sikeres vagy benne, akkor előbb-utóbb még pénz is üti a markodat, de ez egy ilyen nagyon szép együttműködésre épülő win-win szituáció. Igen, én is így gondolom.
És ez meg is valósult, ez a könyv, tehát hogyha valakit érdekel, egyébként a honlapodon is fenn van, ugye Woman a címe. Egyébként ez a hangulatvilág, amit te általában képeiden alkalmazol, ez mikor alakult ki ez a stílus, ez a kicsit ilyen barnásabb, melegebb, puhább hangulat? Hát ez szerintem így folyamatosan, ahogy így mondjuk így többféle bőrszínt láttam, vagy többféle szituációban voltam, vagy úgy egyáltalán az a melegség, ami akkor így körülvesz minket, amikor épp a fotózás van, mert az is mindegyik egy külön ilyen, tényleg valami csoda, ami akkor ott történik, így az én részemről is, és így valahogy ez a tényleg az a hirtelen, mondjuk hirtelen összekapcsolódás, ami áll közöttem és a modell között létesül meg, én ezt ilyen melegnek látom, és ennyi. Neked hogyan alakult a saját testeddel való viszonyod a fotózás hatására? Nekem nagyjából mindig így békében voltam, így saját magammal. Volt egy rövidebb időszak, amikor nem, egy ilyen 3-4 év körülbelül. Az volt az a pont, amikor megkérdőjeleztem, hogy ez most rendben van-e, hogy én így érzem magamat a bőrömbe, hogy rendben van-e az, hogy egyáltalán így látom magam, vagy hogy így ez így nem jó szerintem, és akkor amúgy akkor kezdtem el nagyon komolyan ezzel a projekttel foglalkozni. Nagyon sokat segített, mert tényleg annyira fantasztikus emberekkel találkoztam, és ismerkedtem meg, és egyébként szerintem meg spirituálisan is nagyon sokat fejlődtem közben. Ezt már egy kicsit érintettük, de szerinted mennyire nehéz az egészséges testtudat kialakítása vagy fenntartása jelenkorban, ahol ugye az egyre népesebb tudatosságot és természetességet hirdető mozgalmak ellenére azért a mai napig a tökéletesség illúziójának hajszolására kényszerítenek bennünket? Hát nagyon nehéz szerintem, főleg, hogyha valaki nem tud teljesen tudatosan viszonyulni ehhez, hogy most lehet, hogy amit éppen látsz, az nem a valóság. Tehát, hogy mindent nem kell azért elhinni, és tényleg ez a belső hang, ami mond, üzen nekünk, hogy most hogy érzed mondjuk magad, hogyha nézed ezt a, nem tudom, plakátot, vagy ami nem tesz jót nekünk, azt el kell engedni. Tehát ugye ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni, és akkor te elsősorban azt mondod, hogy egyszerűen el kell kerülni. Hát el kell kerülni, ha el lehet, de nem vagyok biztos benne, hogy el lehet. Ez egy nehéz dolog. Te hogyan csinálod? Hát például, hogyha mondjuk épp egy olyanba vagyok, hogy nem vagyok mondjuk a toppon, akkor mondjuk nem nézek olyan képeket, amitől rosszabbul érzem magamat. De hogy ezt nehéz amúgy kivédeni, és azért kell egy adag tudatosság, és a magunkba vetett hit és szeretet. Szerinted ez nehezebb a nők számára, mint a férfiak számára? Szerintem abszolút igen, mert felénk sokkal több elvárás van, én úgy látom legalábbis. De azért csak-csak vannak már pozitív testképpel operáló reklámok, világsztárok énekelnek arról, hogy fogadd el magad, úgy vagy jó, ahogy vagy. Nem tudom, hogy ezeket egyébként mennyire látod hatékonynak. Hát ennek is két oldala van, mert hogyha rosszul vagy így lelkileg, akkor azt viszont ne fogadd el. Vannak szerintem határok, amiket be kell tartani, és kell tudni nemet mondani, és akkor valahogy ez az egyensúly kialakul, vagy így megteremtődik általad. Még akár az általános iskolai oktatásban is lehetne beszélgetni. Igen. Hasonló dolgokról, mert elég fontos lenne, hogy azok a fiatalok, akik elég hamar be fognak kapcsolódni a közösségi médiába, egy kicsit fel legyenek vértezve ilyenfajta védőhálóval. Igen, igen. Hát szerintem a lélekre mindenképpen több időt kellene szánni. Rád nagy hatásra volt a Farkasokkal futó asszonyok című könyv. Ez miért? A kedvenc könyvem. Nagyon nagy hatással volt rám, és szerintem minden életszakaszban egy nő elolvashatja ezt, mert akkor biztos, hogy abba a pont egy újdonságot fog, vagy egy új tanítást fog adni. Én is egy rosszabb életszakaszomba kaptam amúgy anyukámtól, és azt mondta, hogy minden nő bibliája, hát ezt alá is írom, mert tényleg szerintem ebbe a könyvbe sokkal több minden van, mint amit ezt valaha tudnánk is. Mi a számodra legkedvesebb
példa ebből a könyvből, amit most fel tudnál hozni? Ebben a könyvben egyébként nagyon sok népmese van. És volt ez a rövid mese, a Baubó, aki a humornak az istennője, szája egy nagy vagina, és két mellbimbó, a teste többi része talán, és úgy jön ki a kezes a lába, és az arról szólt ez a mese, hogy milyen fontos az, hogy jókedvűek legyünk, és tudjunk kacagni magunkon, vagy a helyzeteken, amiben keveredünk. Én nekem amúgy tényleg azt kell mondjam, hogy szerencsére a családom az ilyen nagyon életvidám, nem hiába él még mindig a 102 éves dédim, hogy ő is nagyon sokat kacag, s az ő lánya, az én nagymamám, ő pedig hát a legnagyobb showman. Úgyhogy szerintem a nevetés az nagyon... Meg hát biztos nagyon erős a nőiesség is a családodban, mert hogyha az édesanyád a farkasokkal futó asszonyokat, mint női bibliát adja át neked, akkor azért az jelent valamit. Igen, szerintem jó helyen vagyok. Sokak szerint egy ilyen tudati forradalom zajlik éppen a világban, valami olyasmi, ami megmentheti az emberiséget, ugyanis a materialista gondolkodásmódot holisztikus szemlélettel váltja föl, felkarolja a spiritualitást és az önismeretet, és a tudomány mellett újra magába építi az ősi bölcsességeket, amelyek nem szűnnek meg mankóként funkcionálni, sőt, sokszor már a tudomány bizonyítja be hitelességüket, mint azt már korábban is említettük, és akik ezt vallják, azok szerint ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a mára kialakult globális problémákat orvosolni tudjuk. Tehát, hogy érzem is én is, és nagyon sokan érzik, hogy tényleg ez itt most valami változás szele van. Tehát, hogy nagy változások mennek így globálisan. Pont az, hogy az emberiség kicsit így felébredjen a tudatára, hogy mi isteni lények vagyunk, és hogy igazából mi döntünk el, mi döntjük el azt, hogy viszonyulunk dolgokhoz, hogy milyen életet élünk. Szerintem ez a változás pont ez, ilyen ébresztő. Olvastam tőled azt is, hogy azt mondod, hogy az egyik legfőbb inspirációm és érdeklődési köröm minden, ami a nőiséghez kapcsolódik, vagy erre építkezik, tehát az önelfogadás, önismeret, testpozitivitás, egymás támogatása, összetartozás, természeti asszonylét, az igaz valóság, hogy milyen sokfélék vagyunk, és ez mennyire gyönyörű, ezek szerintem alapvető elemei ennek az újfajta gondolkodásmódnak. Igen. Érdekes számomra az is, hogy az elmúlt pár száz vagy akár pár ezer évben a civilizáció nagy részét azért a férfiak dominanciája jellemezte, ami sok szép és izgalmas dolgot eredményezett ugyan, de borzalmakat is hozott magával. Mára a kipusztulás szélére sodródtunk, és ezt persze nem akarom a férfiak számlájára írni, de egy picit úgy látom, hogy az előbb említett tudati forradalomban a nőknek mintha kitüntetett szerepe lenne. Ez talán csak azért van így, mert ugye nagyon sokáig elnyomásban éltek a nők, de nem mondanám azt, hogy fontosabbak, mint a férfiak, sőt azt mondanám, hogy ugye mivel mindenkiben, tehát megvan a férfi oldal is és a női oldal is, lényegtelen, hogy most férfiről vagy nőről beszélünk, vagy bárkiről, viszont lehet, hogy a nőknek fontos szerepe van most, de fontos, hogy a támogató férfiak az erejükkel ott legyenek mellettünk. Csak ugye azért is hoztam föl, mert elég sok példa van arra, hogy amikor egy nagyobb céget vagy intézményt egy nő kezd el vezetni, akkor az a vezetési stílus általában nem mindig, de más attribútumokra összpontosít jobban. Tehát valahogy ez az a fajta együttműködés és tolerancia és a harmóniára való törekvés, az jobban megjelenik. És szerintem erre a fajta gondolkodásmódra elég nagy szüksége van a világnak. Hát az empátiára és tehát egymásra odafigyelésre, erre mindenképp. Én alapvetően nagy örömmel látom, hogy a hölgyek egyre tudatosabban és aktívabban foglalkoznak saját magukkal, nőiességükkel és belső erejükkel. A sok haladás ellenére ugyanis még mindig elég sok területen ér azért hátrányos megkülönböztetés hölgyeket, és úgy gondolom, hogy ezektől jobb lenne persze minél hamarabb megszabadulni. Viszont azt is érzem, és nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, hogy ebből az ébredési folyamatból néha kimaradnak azok, akikre ugye óriási szükség van a változáshoz, és azt te is az előbb mondtad, maguk a férfiak. Tehát hogyan lehet ebbe a folyamatba a férfiakat is integrálni szerinted? Hát először is nyitottnak kell lenni, és az, hogy azt is tudja a férfi és nő is, hogy igazából ők is egyek, és a kettő nem létezik a másik nélkül. Neked egyébként hogy jelenik meg a mindennapjaidban
ez a fajta gondolkodásmód, tehát, hogy mit tudom én, jársz-e ilyen női körökbe, vagy foglalkozol-e aktívan önfejlesztéssel, tehát miket csinálsz? Igen, járok női körbe. Az mit jelent, hogy női kör? Mert ezt csak így vaktában mondtam, de akkor ezek szerint ez egy létező. Persze, ez egy létező dolog, ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Itt ez olyan, mint régen mondjuk képzeld el, amikor a fonóba mentek, és akkor ott mindent megbeszélhettek, vagy van a Vörös Sátor című film, ugye, amikor oda elküldték a nőket, amikor menstruáltak, és csak ott lehettek, akkor ott ők mindent. Szóval ez egy ilyen kör, ahol bármit megbeszélhettek. Ezeknek van külön témája? Tehát nem tudom, hogy hetente találkoztok, vagy? Én egy olyanba vagyok benne, ami nem ilyen rendszeres, hanem éppen amikor úgy adja, akkor összeülünk, és akkor annak mindig van valami ilyen témája, ami így ilyen gyógyító, emelő. Tehát az a lényeg, hogy innen úgy távoz, hogy sokkal jobban érzed magad, hogyha éppen nem vagy jól, akkor ezt meg tudod osztani, hogyha jól vagy, azt is meg tudod osztani. De ez egy elfogadó, szeretetteljes közeg. Látom, hogy Instán is aktív vagy, bár többször letiltottak már, igen, ha jól tudom, és a felrakott sztoriai többsége is a nőiséggel, érzékiséggel kapcsolatos. Az egyik kedvencem az volt, ezen jót mosolyogtam, ez pont szombaton volt, hogy legyen olyan varázslatos napod, mint amilyen a funcin. A nyilván első hallás az egy picit meghökkentő, de itt valójában mi az üzenet? Hát ez körülbelül azt jelenti nekem, tehát mint a női test, misztérium. Tehát, hogy például a nőgyógyászatban sem tudnak még nagyon sok választ, hogy mik történnek a női testben. Nagyon sok minden még csak így, hát feltételezni, hát nem tudom, tehát, hogy egy misztérium az egész női test, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen titokzatos, és ugye hát képes egy emberi testet megteremteni, jelez nekünk, hogyha valami nem oké velünk. Ráadásul minden gyönyörnek a forrása, tudsz vele táncolni, elvisz téged csodálatos helyekre, szóval, hogy, ja. Milyen fotós projekteket szövegetsz így a jövőre nézve? Tehát, hogy van-e most valami a fejedben ezzel kapcsolatban? Ez nem áll meg, úgy érzem, ez a női projekt, és az a tervem, hogy több olyan fotózást csinálok, ahol több nő vesz részt, tehát hogy ez a csoportos vonal, ez nagyon-nagyon foglalkoztat, mert úgy érzem, hogy ebben még nagyon-nagyon sok van. Meddig lehet szerinted ezt a témát boncolgatni? Te könnyen el tudod képzelni, hogy egész fotós karriered során a nőiséget és a mesztelenséget fogod bemutatni, vagy fejben azért nyitott vagy újra tervezésre is? Abszolút nyitott vagyok újra tervezésre szerintem, sőt, már azért egy néhány éve foglalkoztat az, hogy a férfiakra is át kellene térni, meg néhány férfi meg is keresett, hogy akkor na, mikor jön a férfi része ennek a projektnek. Én nagyon nyitott vagyok igazából. És ha eltávolodunk egy picit a fotótól, akkor úgy milyen jövőt képzelsz el magadnak? Így mondhat bármit. Hát el fogunk költözni Budapestről, haza fogunk költözni a hamarosan férjemmel Csíkba. Ő is csíki? Ő nem, de olyan, mintha az lenne. Ő Jászberényi egyébként. Jászberényi, aha. Igen. És 3 hét múlva házasodunk össze otthon Csíkba. Gratulálok, meg előre is jó bulit kívánok nektek. És amúgy mindenképp valahogy vissza a természetbe nekem, mindkettőnknek ez a víziója, meg ez az elképzelése a jövőről. Egy csíki esküvő mennyiben különbözik mondjuk egy budapesti esküvőtől? Például lesz egy ilyen, ami ilyen régi tradíció, hogy a legénynek, tehát a vőlegénynek ki kell mennie az erdőre a legénytársaival, és nem is tudom, hát egy jó 5 méteres fákat kell kivágjon, amit el kell hozzon ajándékba a leányos házhoz, azt oda fel kell állítsa, miután mi a lányok kidíszítjük. Szóval lesz például egy jó nagy buli. És édesapád pálinkája fog folyni. Igen, igen. Készült, főzte. Igen, és hát örömmel tudatom a hallgatókkal, nem mintha érdekelné őket, hogy ebből a szilvapálinkából én is kaptam, és remek illata van, ezt ma meg is fogom kóstolni. A Berni az adás fináléjában arra kérem a vendégeket, hogy ajánljanak egy magyar és egy külföldi fotóst a hallgatók figyelmébe, olyanokat, akik nagy hatással voltak az életükre vagy a munkásságukra. Te kiket mondanál?
külföldinek most nekem elsőre a Sebastião Salgado jutott eszembe. Egy érdekes ajánló, csak nem gondoltam volna, hogy pont egy olyan fotós életműve volt rád a legnagyobb hatással, aki azért nem sok mesztelenséget, vagy szóval nem a nőiességet. De mesztelenség azért volt, de hát most a mesztelen valóság is mesztelen. Oké, gyönyörű. Őt nagyon igaznak tartom, és nagyon inspiráló számomra. Még, hát, ja, hát persze, Nan Goldin egyértelmű. Most ők jutottak eszembe, és magyar. Hát persze, hát nyilván Szombat Éva, ő is szerintem egy nagy úttörője így a női szexualitásnak, szóval akkor nem hát, Goldin mellébe hozom. Igen, majdnem, hogy bizonyos értelemben a szinonimája így ebből a szempontból. Jó, Berni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma a műsorba. Tökre örülök, hogy megismerhettünk téged is, és egy ragyogó esküvőt és további csodálatos életet kívánok neked. Én is nagyon köszönöm. Ez volt tehát a Vobcast 42. adása. Kérdés, óhaj-sóhaj esetén állok rendelkezésre, keressetek bátran. Kövessétek be a podcastet Facebookon, Instagramon, YouTube-on vagy bármelyik podcast platformon. Jó szívvel ajánlom továbbá a fotóművészetet népszerűsítő Wonders of Photography és a festészet csodáit bemutató Wonders of Painting oldalaimat. Találkozunk 3 hét múlva, sziasztok!